אנחנו בשיעור מיוחד לקראת חג החנוכה, נקרא קטעים נבחרים בנושא החג. Különleges leckén leszünk most az utolsó órában, a közelgő Hanuka jegyében. Különleges idézeteket válogattunk össze a Hanukával kapcsolatosan, Hanuka a Kabala magyarázatai alapján. A nyolcas idézettel fogjuk kezdeni, ez Rabas írása, a 68-as levél. Tehát a Hanuka ünnepe az egy különleges ünnep, magyarok. Tehát a Hanuka és a Purim nincs benne a Bibliában, ezek nem bibliai ünnepek. Miután ezek nem a természet rendszerével állnak összekötetésben, hanem a Hanuka az egy harc, egy háború, amit mi kapnakarásunk elejében vívunk, és ez az, ami elválaszt bennünket, ez az, ami megkülönböztet bennünket, és ezek a belső erők, amelyek távol tartanak egymástól bennünket, ezeket nevezzük a görögök erőinek, ugye? És nekünk e felett kell egyesülnünk, amely a makabeusi erők, tulajdonképpen, ha ezt megtesszük, a fölemelkedést, és ebben a belső háborúban a makabeusok, azok győzelmet aratnak a görögök felett, és ilyen módon kapjuk meg majd az ünnepnek a fényét, amely az adakozásnak a fénye, a kegyelmi örömfénye, ez az, amit megszerzünk ezzel a harccal, amely a sinai félszigeten való harcunkban történik meg. Tehát mant kell emelni, nyilvánvalóan ez a makabeus története megfelelően a görögök nagyok voltak, erősek voltak, de nyilvánvalóan itt meg kell erősíteni a gyengének a kezét, ez nyilván vágyni kell a felső erőre, mant kell emelni, és ezen keresztül megkapjuk a madot, az áldást felülről, és ilyen módon a szeparáció erői ellenében összekapcsolódva a makabeusoként legyőzik a görögöket. Ez az a harc, mondja Rab, amely annak eredményeképpen nyilvánul meg, amely először egy letáborozásra kezdődik, a Hanuka egy táborozásra kezdik, egy megállással, ahol megszerezhetjük a Hafez Heszed, a kegyelmi öröm állapotát. Ugye ezért hívjuk ezt az öröm a fényünnepének is, mert ez a korrekcióról szól, az edény korrekciójáról, hogy ezt felmehetjük az ego a megszerzési erő fölé, egyesíthetjük, és ezért ezt úgy nevezzük, hogy nyilván nem tudjuk használni ezt a fényt egyelőre, csak használni, nézni. Ez évük kegyelmi öröm állapotának. Tehát nem lehet semmi módon használni, és élvezetet szerezni belőle. Ilyen módon jutunk el majd a Purimhoz, ahol meghódítjuk az országot már, ami azt mondjuk belépünk Izrael földjére, ami egy hatalmas új vágy lesz, az adományozási vágy, és ilyen módon megszerezzük azt a fajta minőséget, ami megszerzés és adományozás érdekében, ez a megszerzés edényeket teljes mértékben korrigálja, és minden korrekció, amit végrehajtunk az acélút világában, ezáltal jutunk el az a ponthoz, az összes megszerzési edény korrigálva lesz, kivéve a kőszívet, amelyet majd a legvégén korrigálunk. És ez a Gárda acélútban fog megtörténni, ez tekintető úgy, hogy eljutottunk a Puri ünnepeig. Tehát ugye, hogy a Hanuka az adakozás, a Hanuka az adakozás érdekében volt, a Purim az a megszerzés az adakozás érdekében korrekciója, és ez a két ünnep, az a két pont az utunkon, amely megmutatja nekünk, hogy mennyire korrigáltuk magunkat abból az állapotból, ahol most vagyunk egészen a korrekció végéig. Tehát most a Hanuka előtt állunk, amely egy normális héber ünnep, de ez is a gyökerek és a lombok kapcsolatáról szól, és akkor értsük meg pontosan, hogy mi történik ezen az ünnepen. Tehát még egyszer kiválasztott idézetek a Hanuka varázslatával kapcsolatban, 8-as idézet.
Hanuka csodája. Mi ez a csoda egyáltalán? Ismert, hogy valami, ami nem tekintető természetesnek tekintető csodának, amely felett áll a természetnek, és a természetes módon azt jelenti, hogy amit az ember el tud érni, de amit ezt hívjuk természetesnek. Amit azon az ember nem tud megtenni, az mindenképpen a természete felett áll. Kérdezzetek bármit, mondja rám. Tehát én, ez világos, amit olvasunk, de én szeretném a hozzáállásunkról kérdezni valamit. Tehát lehet, hogy az ízisz például a görögökhez tartozik? Az ízisz, mondja rám. Hasonló a görögökhöz, mert a görögök nem akarták a görögök nem akarták lerombolni a zsidókat, hanem az erőket akarták megtörténni. Nézzétek meg, azt akarták megtörni, amit a Tóra beszél. Azt az erőt akarták lerombolni, mert zsidókat egységre viszi egymással. Nem az embereket akarták megölni a világban, már a görögök, hanem az egységük ellen voltak, egy ideológiai harc volt, a görögök egy egyéni módon fejlesztették a individuális tudást, a tudományt, egészen addig, amíg el nem jutottunk addig a napig, ami a görögöknek a krízise valójában, a belső görögök jutottak válságba a ma világban, és ezért, amit mi hellenizmusnak nevezünk a zsidókon belül, az nem a görögök önmagukban, hanem azok a zsidók, akik kizuhantak a kapcsolati állapotból, és elkezdtek egy igazán egoista módon viselkedni egymás között. És ilyen módon más isteneket kezdtek imádni, más kultúrákat mondtak magukra, más oktatást akartak. És ha megnézitek, manapság ezek a zsidók alá is vetik magukat ennek a külső hatásnak, és csak most kezdődött el az a periódus, amikor valóban elkezdjük látni, hogy ezen a módon mi történik. Tehát mi nem vagyunk a tudomány ellen, vagy a kulturális hatások ellen. Egyszerűen csak azt kell látnunk, hogy mi a végső célja ezeknek, miért alakultak ezek így ki, és ez az, amit meg kell különböztetni. Manapság a világ, hogy az utolsó 2000 évben a fejlődésünk egy olyan fajta előreadásban működött, hogy a gonosz feltárulásának a mértéke az nagyon másképp volt. Tehát el kell kezdenünk megérteni, hogy ez az, amit a válság jelent alapvetően, hogy mi egy negatív úton haladtunk, és ez a fajta fejlődés sehol nem vezetett, mint a végső halálhoz, és mindent, amit kifejlesztettünk, a működésképtelen az ember érdekében, végképp nem tud működni. Mit jelent az, hogy felfedeztünk bizonyos természeti erőket, vagy filozófiákat ezeknek a használatára, vagy különböző tudományos elemeket, ugye a görögök. Tehát mit jelent az, hogy az ember 80 évig élt, 40 év helyett, ugye ezek mind a tudománynak az eredményei. Én azonban nem erről beszélek, hanem az ember lényegét érintő minőségekről, hogy mi a valójában az ember. Tehát valóban eljutottunk egy olyan állapotba, ahol láttuk, hogyha nem építjük a valódi minőségeinket, akkor értelmetlen az életünk, akkor sem 80 évig élünk 40-en. Tehát ez mind annak érdekében történik, hogy végezetül végső módon felfedezzük azt a fajta individuális, egyedi előadás, egoista előadásnak a zsákutcáját, amely sehol nem vezet bennünket, és ezért magyarabb. Alakult ki az a háború, amikor a görögök elharcoltak a makabelsők, és ma ugyanazt a háborút kell megvívnunk. Tehát ugyanabban az állapotban vagyunk, kicsit más szinten, de mindannyian elmerültünk a görögöknek a létezésében. Hát nézzétek meg, hogy mi történik. És mondja rá, harcolnunk kell, el kell kezdenünk harcolni ez ellenében, azaz el kell kezdenünk összekapcsolódni az elválasztás erején túl, és manapság az elválasztás erői sokkal erősebbek,
sokkal ravaszabban keringenek körülöttünk, mivel ezek olyan erők, amelyek ideológiai támadást intéznek, ravaszul, ilyen az ISIS is. Az ISIS ideológiailag bármilyen furcsa, szintén a kapcsolatról szól. Olyan helyen hozza létre a kapcsolatot, ahol valóban én megpróbálnak egy jó életet ígérni az ember, a kiválasztott embereknek, hiszen Szíria és Iraknak azon a területein működnek, amit az ISIS kontrollált. Ott olyan fajta rendszert vezettek be, hogy aki ezt az elnyomó életet választja, az jobban él, mint ezt megelőzően. Nagyobb hatalmi tényező. És ezt ajánlják Európának is ám, mondja. Tehát minden európai ugye a terror miatt aggódik. De nyilvánvalóan, hogyha azt megélnék az európaiak, mint az ISIS, hogy jó kapcsolatban vannak az egymással, mindjárt érzik, hogy a következő világban jutalmat kapnak, ez az ISIS-nek a lényege. Az élet utáni élet az nagyon tökéletes lesz. Keményebb törvények vannak, amiket be kell tartani, és akkor a társadalom működik. Hát nézzétek meg, a Európai Unió ugye egy nagyon is görög bölcsesség alapján működik, és minden jól is néz ki, kivéve az emberek belső kapcsolatát, ami nem működik, és magyarul az a szeres felemelet, mint önmagad, ez a szabály egyáltalán nem működik az EU-ban. És ezáltal a klipák, mi tanuljuk ezt, hogy itt van néhány dolog, amit nekünk meg kell érteni, meg kell vizsgálni, csak még túl korai erről beszélni, hogy a klipák hogy uralkodnak az emberek felett most. És a mi háborunk a görögökkel, mondja, az valójában hasonló ahhoz az ideológiai háborúhoz, amit az ISIS csinál. Tehát reméljük, mondja, hogy az európaiak meg fogják ezt érteni, hogy ellen kell állni ennek a fajta furcsa európai egységvágynak, és egy teljesen másfajta egységre kell lépni. Én erről meg vagyok győződve. Tehát mit mondanak a görögök? Hogy mindenki a saját ideológiának megfelelően kell, hogy összekapcsolják, ugye, mint az ISIS. Tehát minden, ugye az európaiak ugye ezt érik meg, minden jót megadjunk egymásnak, csak nem bántunk senkit, de, mondja rá, aki az iszlámhoz kapcsolódik, például most, nem kell nagyon ortodox módon kapcsolódni. Ugye, megnéztek az iszlám országokat, az a fiatal generációk szempontjából, ők megértik, hogy azt értik meg, hogy ez jó dolog lehet a számukra, mert az iszlám egy nagyobb hazugságba taszítja őket, de ilyen módon egy hazug kapcsolatra is készíti őket. Oké, de aki nézik bennünket otthonról, mondja Dani, és tudja kell, hogy a mi egyéni ellenségünk a belső individuális görög, aki bennünk van. Azáltal, hogy ezt felismered, mindenki benne van az a görög, mert a mi természetünk alapvetően, mondja, az egymechanizmusban van kapcsolva, el vagyunk választva egymástól, individuális módon, egy világos módon le vagyunk választva. A terüstünk lerombolása felé adunk ilyen módon, ez egy mechanizmus, ahol minden egybe van kapcsolva, nyilván egy teljes integrált rendszerbe, és mi ebben a rendszerben vagyunk belefoglaltatva, és nekünk le kell válni mindenkiről. Tehát hogy lehet ezt a rendszert megtörni? Most, hogy az ego milyen volt, meg a rendszer hogyan működik, mennyire van összekapcsolva, egész addig, amíg el nem jutunk egyetlen az az érzés, hogy mi egy városban lakunk, az egész emberiség. Tehát nekünk így kell összekapcsolódnunk egymás között, és amíg el nem jutunk a totális leromboltsághoz, és látnunk kell, hogy ezek a problémák Oroszország és Törökország között, Oroszország és Egyiptom között,
az amerikaiak milyen olyasok problémákat okoznak. Tehát ezek mind, ezek nagyon veszélyes helyzetek. Mert az egész általános rendszerben problémák jönnek meg, és az egész rendszer visszavág mindegyiknek. Tehát ez az időjárásban a növényzetnek a lerombolása van, most nem fogjátok látni, hogy nem lesz itt enni. És nyilván az ember szintjén is megjönnek a problémák, mert fogjátok látni, hogy mi történik. Tehát mi csak a folyamatnak az elején vagyunk, de fantasztikusan veszélyes a helyzet, magyarok. És az emberben, akiknek dönteni kell, hogy szeparáció vagy kapcsolat, meg kell definiálni kell az egész rendszer minőséget illető fontos döntéseket, és ezért, mert az ember kontrollálja az összes szintjét a természetnek, ásványi, növényi, állati, mi mindent tönkre tudunk tenni. Oké, na de hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy az individuumunkat jó felé viszük, vagy nem? Én, ha mindenkivel kapcsolatban vagyok, akkor mindenkinek az érdekében kell cselekednem. Ez az önmegvalósítás helyes módszere. Timur Isztambulból kérdezi, hogyan találjuk meg azokat a minőségünket a viszonyunkban, hogy, és a csoporton belül, hogy az, amit hellenista zsidóknak nevezünk, ezek a legrosszabb módon befolyásolják Izrael. Tehát, hogyha ma megnézitek az antiszemitizmusnak az okát, nyilvánvalóan bizony nagyon közeli zsidók is vannak az antiszemitista vezetőkhöz. Tehát egy csomó olyan szervezet vezetnek zsidók, amelyek ellenünk vannak. Tehát, hogyha megnézitek, tehát mi nem babilonokká vagy görökké válunk, hanem azt kell figyelni, hogyha mi nem teszünk meg a dolgunkat, akkor teljes egészében negáljuk a mi feladatunkat, és ezért a legnagyobb antiszemitistákkal mi magunk válunk. Tehát az igazi antiszemitista emberek, a legrosszabbak, azok, akik zsidónak születtek, és ők pedig a legnagyobb gyűlölőinké válnak. Ugye nem csak a született zsidókról szólt, hanem akinek benne volt a szívében a szikra, ugye? Tehát ezek vannak Izrael ellenében a legjobban. Nagyon sok példát lehet erre látni, mondja Rav. Sőt, hogyha mélyreásunk minden igazi antiszemitistában, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy minden antiszemitista valamilyen módon abban zsidó férfolyik. Tehát ez másképp nem működhetne. Tehát ennek ez kell legyen a gyökere. Ők alávetik magukat ennek a belső görögnek, átadják magukat, és még az ISIS is, nagyon sok zsidó is. Higgyetek, az ISIS között is van egy csomó ember, aki zsidó volt a múltban. Hát az arab nemzetek között rengeteg zsidó van, aki zsidó volt, aztán megfordult generációkon keresztül, az iszlámot vették föl. Hát ők a testvéreink. Sasha Moszából kérdezi, tehát mi az a külső erő az ISIS-ben, ami a mi csoportunkban is megnyilvánuló ellenség? Mi nem harcolunk az ISIS ellen, vagy a külső görög ellen, de még az antiszemita szervezetekkel szemben sem. Néha teszünk cselekedeteket, amikor publikáljuk itt Izraelben önmagunkat, és kinyilvánítjuk a véleményünket erről, de ez nem arról szól, hogy mi le akarjuk rombolni az ISIS-t. Ez nem a mi dolgunk. A tengeren túlon semmi okunk nincs ezt megtenni. Semmit nem segítene. Tehát több millió ember van, több millió dollárral, aki csendben támogatja őket. És a média is minden más. Ahol mi meg tudjuk harcolni a saját harcunkat, hogy belsőleg legyőzzük ezeket az ellenségeinket, egyesülünk, és végezetül belátjuk, hogy ez egy belső háború. A belső Makabeusnak kell győzni a belső háborúban, és ezáltal mi a belső gyűlölet ellenében megharcoljuk a saját háborunkat, és minden külső erőt, szeparációs erőt visszatartunk. Ez tekintető úgy, hogy
Tehát ezért mondjuk mi azt, hogy mi itt a minőségnek vagyunk mi a hősei, nem a mennyiségnek. Ezért nekünk előbb-utóbb sikeresnek kell lennünk, mert higgyetek el, minden, ami kezünkben van, mert a belül megverik őket, kívül is legyőzik őket. Tehát itt külsőleg semmi okunk nincs nekik menni. Hát nem azért megyünk nekik, mert tehát, hogy a fizikailag nem tudnánk őket legyőzni. Tehát a mi harcmezőnk az belül van. Az elválasztási erők ellen kell küzdeni, amiket ők megnyilvánítanak kívül. Ha ezeket belül megoldjuk, akkor higgyétek el, hogy kívül is megoldódik, és leverik őket. Oké, de akkor mit kell tennünk? Tehát amikor mi látjuk a csoporton belül egy törött helyzetet, a viszonyokat megtörve a csoporton belül. Nektek azonnal korrigálni kell ezt, de hogyan? Én nem tudom. Tehát ott vagyok a Titanicon, és látom a lukat. Akkor azonnal be kell hegeztem a lukat, nem? Hogy nem erőjön el. Oké, de hát ezt érezzük mi is, hogy itt vagyunk a Titanicon, de én egy kicsi vagyok ehhez. Mit tegyek én egyedül? Hát fogd a köteidben, a fogaidban a köteléket, amivel a kötődsz. Oké, na de egy metaforában gondolkodunk. Tehát ha azt gondolom valamire, hogy rossz, akkor mit kell tennem? Tehát nagyon sokszor halljuk azt, hogy nullát lemagad. Na de a rossz előtt? Mondja rab. Nem, hát vizsgáld meg. Ha nekem valami úgy tűnik, hogy helyes, akkor az előtt lenullázodom, ami úgy tűnik, hogy rossz, nem nullázodom le. Tehát nyilvánvalóan tilos egyet érteni a negatív dolog ettől lenullázódással. Tehát nyilvánvalóan a rossz az rossz. Tehát nekem nem kell tennem semmi más. Tehát a dolgoknak a gyökere ott kezdődik. Így kell kirúgnom, ugye. Tehát ábrázoljuk a kapcsolatot köztünk, hogy egyszer nincs is én a spiritusban, akkor mindig a barátokra gondolunk. Ezzel a kapcsolatban nem értem, mondja a kérdést. Tehát mondjuk van egy feladat, amit ma adott ön nekünk, hogy én nem is létezem a spiritusban, hogy ezt a feladat adta. Tehát, hogy nincs én a spiritusban, igen. De hogyan fogja ez növelni az egységünket, mondja a srác. Ne ez volt a... Kicsit bonyolultan kérdezte ezt meg. Már próbált ki, és az el fogsz jönni? Na, csak oda a másodnak, a Vladnak a mikrofon. Rabas azt mondta, hogy a csoda az, ami túl van az emberi természeten. De erőfeszítés kell tenni el a csodáját, mondja Rab. Oké, tehát akkor a Hanuka az a megváltás csodája, Rab. A csoda, amikor mi látjuk, hogy mi nem tudunk egyesülni, de mégis erőfeszítést teszünk, akkor hirtelen érjük a kapcsolatot. Így lesz az erőfeszítésünk olajjá, amiből fény árad. Oké. Okay. Tehát hol váltom el a megváltást a mai lecke alapján az életemben? Az, amikor a köztünk lévő kapcsolatban váratok el bármit. Tehát minden egyes szinten arra van szükség, hogy efelől agodjatok. Semmi másra nem kell foglalkozni. Tehát nekem Ádám Arisont kell korrigálnom, semmi más. Föl kell emelnem a mant, Ádám Arison korrekció érdekében. Ezen túlmenően nincs semmivel dolgom. Mi mással lenne dolgom? Ha csak oda nekem mikrofon. Tehát tegnap egy, mikor készültünk, megbeszéltük, hogy készültünk a kongresszusra, akkor ugye volt egy már az új kongresszusra készültek, tehát a februárira. Tehát hogyan tudunk olyan imát felemelni, ami valóban nem csak a kapcsolatra törekszik. Nekem azt kell látnom, hogy a kapcsolatunkban kell felfedeznünk mindent. Tehát a teremtő, amely úgy hívjuk, hogy Bóre, gyere és láss, kizárólag a kapcsolatban lehet meg. Tehát a kapcsolat válik teremtővé. Oké, na de ülök, úgy érzem, hogy minden rendben van, akkor mit tegyek?
Hát itt van egy bár a szomszéd sarkon, mindenki ott ül. Mindenki leül, tök jól érzi magukat, mindenki mosolyog, nevet, boldog. Akkor ott van a bárban a teremtő kezdőre? Oké, mondja a srác, na de mi az a fajta irítség, meg féltékenység, ami tényleg abból fakad, hogy valaki már a spiritásban van? Ez, tehát mi az a hiány, amit keresünk? Tehát az, hogy hiányom arra kell, hogy legyen, miért vagyok kapcsolatban, mind a kettő kell. Tehát amit mondtál, az mind a kettő igaz. Tehát egyszer. Tehát nem azt kérdezi, hogy én hol vagyok, hanem hogy mi hol vagyok. Tehát, hogy egyszer valahol valamilyen módon egységbe kell lépnünk egymás, amilyen mértékben képesek vagyunk egyé válni, fogunk örömet okozni a teremtőnek, és felfedezni őt magát ebben a kapcsolatban. Tehát a kérdésnek az elrendezése is egoista, hogy föltetted. Oké, okay, na de a kongresszusen is történik, mindenki összekapcsolódik. De a kongresszusra nem vagytok kapcsolatban, de ezt éreztük. Tehát, hogy olyan tudunk összekapcsolódni az egész világon, mindenki egységre lépés. Tehát arra van szükségünk, hogy még mélyebben kapcsolódjunk össze egymással. Mert egy fotballmeccs után például azt látod, hogy győztek, akkor a futballmeccsnek a rajongói jobban össze vannak kapcsolódva egymással, mint ti. Oké, na de pontosan ezt akartam mondani. Tehát hogy tudnám érezni a elválasztottság mellett az egységet? Mert helyten kapcsolódtuk egymással, oké, ezt értem. Na jön az ego, és azt mondja nekünk, hogy nekünk egyesülni kell. Itt voltunk, az emberek a kongresszuson nagyon komoly benyomásokat kaptak, és mégsem érezzük a hiányt arra, amit ön mond. Azért, mert nem emelkedtetek fel a valódi kéréshez. Nem fogalmazhatod meg valódi módon a kérdést. Nem volt helyes a felkészülésetek a kongresszus előtt, és lehet, hogy most sem lesz az. Tehát nektek találkozatok kell a lecke előtt, erőfeszítéseket kell tenni, és meg kell állapodnatok, hogy hol van a kapcsolatok kettőtök közül, hol van az intenzitása ennek. Tehát, hogy vagytok képesek egyé válni? Mi az eszköze ennek? Tehát én érezni akarom a testemet, érezni akarom az egységet a többiekkel. Mi az, ami elillan az órom előtt, ha nem vagyunk összekapcsolva? Mit jelent az egység a többiekkel? Ez az, ami a háború, amit a háborúban kell megvizsgálnod a görögökkel, az elválasztási erőkkel. Tehát ez... Nem az, hogy mi eszünk, iszunk, nézzük a meccset, és ezen alapul a kapcsolat. Ezért mondom nektek, hogy ha valaki nem érzi ezt, akkor menjen át a bárba, és ott is jól érzi magát a kapcsolatban. Oké, mondja a srác. Tehát cselekedjünk, minden legyen jó, érjük el a cél nagyszerűségét. De ez sem visz engem, ez egy másik helyre sodor csak engem. A szándékodat vizsgál meg, mondja rab. Minden a gondolat mélyén kezdődik. Oké, ülök, látom, hogy akkor fogom eldönteni, hogy spiritásban vagyok, vagy nem vagyok a spiritásban. Nem értem, hogy mit kell megvizsgálnom, hogy a belső állapotom helyes, vagy nem. Én ezt nem tudok mit hozzátenni nekem, mondja rab. Menjünk tovább. A 9-es pont. Rabastól mi a hanu... Mit jelent azt, hogy... Mindegy, nem tudom. Tehát a csoda az valami, amit az ember nem tud elérni. Az az, hogy nincs lehetőség, hogy elérje. És ezért szükség van a mennyek segítségére. Csak ezen a módon hívhatjuk a történéseket csodának, ezért amikor az ember elérje ezt az állapotot, hogy felismeri a gonosz hajlamát, azaz, hogy teljes egészében képtelen kilépni a világ nemzeteinek uralma alól, ami a lelkében uralkodik, és ezért Izrael az emberen belül számüzetésben van, azaz nem látja, hogy valójában meg lenne a lehetősége arra, hogy megszökjön a világnemzetének uralma alól, akkor a szeremtőhöz tud fordul segítségért, hogy vezesse ki a világnemzetének uralma alól, és hogy fordítsa meg úgy, hogy Izrael uralkodjon az emberen belül, és ez hívjuk csodának. Mit jelent az, hogy a Hanuka gyertyái a bal oldalon vannak a munkában? Szóval mi kell az, hogy a csoda megtörténjen, mondja rab?
Nyilván itt a reformálófénynek kell jönnie, és összekapcsolna bennünket, és az azt is jelenti, hogy valóban egy igazi hiánynak kell megjelennie a kapcsolatra. Nem csak egyszerűen az van, hogy összekapcsolódunk, hanem valóban meg kell találnunk azt, hogy mit jelent pontosan az egység, és mit jelent az, hogy azt képtek vagyunk egymásnak átadni olyan mértékben, amilyenben kellene, és ezt mindenkinek meg kell vizsgálni, hogy mi történik. És ezt nem tudja a tanító sem megtenni a tanítványjal, ezt a tanítványnak kell belül megélni. Mit jelent az, hogy mi egységre lépünk? Hogy egy edényt érünk el, nyilván ez egy csodán keresztül történik, azaz a fény ragyog rajtunk, és a fény okoz minden, és akkor így eléred az egységet, az első szintjét nyilván az egységnek, és utána pedig egyre keményebb feltételeknek megfelelően haladsz előre, a következő szinteken, amikor már nem először Makabeussá válsz, legyőzöd a görögöket, aztán megkapod a kapcsolatnak az elejét, meg az elválasztási erőtnek megérzed az erejét, és neked fölé kell emelkened a messiás fölé kell, a messiás szintjére kell emelkened, ami azt jelenti, hogy teljesen az értelmet fölé kell emelkedned. Cvika. Tehát azok, akikkel össze akarunk kapcsolódni, ezek nagyon nehéz idők, minél jobban előre haladunk. A spirituális szinteken túlmenően érezned kell, hogy egyre erőt nehezebb feltételek nyilvánok meg, tehát nektek el kell kezdenetek feladatokat végrehajtani, és a legfontosabb dolog a viszonosság. Semmi nem történhet a cél nagyszerűségének érzése nélkül, tehát napról napra nektek ugyanazon a szinten kell tartanatok a fontosságot, tehát el kell jutni az állapotra, ahol a saját showműsorotokat meg kell tudnotok mutatni, minden egyes barátnak ki kell nyilvánítani azt, hogy kapcsolatot akartok lépni vele. Na, például Cvika is majd megmutatja a saját showműsorát. A saját, azt, hogy hogyan cselekszik a barátok felé. Tehát röviden mondja, semmi más nem segít. Tehát mindenkinek a másik irányába a ki kell mutatni, hogy a generáció legnagyobbnak látja a többieket, és föl kell ébreszteni. Mondjuk legyen egy egyszerű számításunk holnap, adtok nekem, mondja Rav, egy jelentést arról, hogy ma melyikőtök nem ébresztette föl rendesen a csoportot. Tehát mindenkinek a csoportot kell ébreszteni állandóan, inspirálnia. Tehát, hogy és erre mindig megadja a teremt a lehetőséget, és így értek el. Hogyha nem történik semmi, akkor jobb is abba adjuk ezt az egészet, mondja. Tehát akkor így csinálják egy öregek otthonát, Cvika fogja vezetni, mondja rá. És akkor ez a nyugdíjasok otthona lesz. De én ezt komolyan mondom. Tehát holnapig, mondja rá, gondoljátok végig az egész csoport, hogy mindegyikőtök hogyan adakozik a cél fontosságáról a csoportnak. Mindegy, hogy hogyan, nem törődök fel, hogy hogyan, próbáljátok meg ezt. Ki fogja ezt összegyűjteni? Ezt még nem teljesen értem, hogy fogja megcsinálni, de majd. Ez egy elektronikus riport legyen. Nyilván mindenképpen kikényszerít, hogy írja le, ugye ez a lényeg. Tehát, na, Jakokka. Na, írjátok meg Jakokának. 300 jelentés lesz. Tehát mindenki kapcsolódja Jakokához. És írja, hogy hogyan törődött a többiekkel. Oké, a lecke erején ön azt mondta, hogy nekünk a Tórával kell foglalkoznunk, és nekem eszembe jutott egy kérdés ezzel kapcsolatban.
Hogyha minden nap megkérdezem magamtól, minden egyes nap magyarabb, le kell ülnöd, és végig kell gondolnod, hogy a saját show műsoromot sikerül. Tehát, hogy jól mutattam neki a barátok irányába az elkötelezettségemet. Nekem ezt meg kell tennem, magyarabb. Én nem azt ajánlom nektek, hogy gyertek el 15 percre, és én ébrezgessere fel veleteket. Nektek kéne magatokat ébreszteni. Tehát végezetül ennek kéne megtörténni, hogy ti ébresztek egymást és magatokat. És ezért most én csinálom, de nyilván nekem nem is kéne, hogy itt legyek 15 perccel a lecke előtt. Csak azért jövök el, mert én nem jövök el, ti se jöttök el, magyarul. Olyan vagytok, mint az ovisok. Tehát ez nem így kell, hogy működjön, magyarul. Ma nem is volt egyébként felkészülés. Ez az időhívása. Időről időre nektek így kellene a dolog lényegét megélnetek. Hogyha nem helyes módon haladunk elére, akkor mit tudom, elköltözök a Szent Pétervári csoporthoz, magyarul, amelyikben azokat mutatták. Meg is tapsolták a Szent Pétervári. Oszkár már nem költözik, mert azokkal is elégedetlen. Ez jó. Szeretem ezt a város, jól néz ki, mondja rá. Lebovics. Tehát ez a napi vizsgálat, ez jónak tűnik, mondja a srác. Tehát, hogy gondoljuk végig a cselekedetéket, hogy emeltük fel a célfontosságot többieknek. Rab. Holnap elmondjátok nekünk. Szegény Jakobka, milyen feje van. Tehát hogyan teljesítették a célt a csoport? Ezt elmesed nekem. De én ezt csak ajánlom nektek, egyébként tegyetek, amit akartok. De nem is kell, hogy része legyek ennek a bevezető 15 perces, ugye ez a lecke előtti 15 perce volt, amit eddig egy mini leckét adott ebbe. Az utolsó két hónapban ön inspirált bennünket minden reggel, majdnem minden nap ugyanazt ismételgette. Azért, mondja, mert hogyha én nem akarnálok benne ezt kapcsolni, hamar elfeledkeznétek arról, hogy miért vagyunk itt, és hogy miért kell összekapcsolnunk. Tehát a kapcsolat nem a cél, hanem egy eszköz. Oké. Akkor itt még néhány baráttal összekapcsolódunk, és ezzel kell foglalkoznunk, egyszer egy héten ismételgetnünk kell ezt. Tehát én tanácsokat szeretnék öntől kérni, hogyha van egy csoport, aki ezzel foglalkozik, mit ajánl nekünk, hogy valóban hogy éljünk ebben a fajta belső izgatottságában? Én nem akarok ajánlani semmit, mondja. Akkor ne legyen ilyen csoport, aki ezzel foglalkozik? Na, beszéljétek meg egymással, tőlem azt észrevesztetek csoportokat sem. A lényeg, akkor mi történjék? Hát azért kell, hogy megtörténjen a dolog, mert mindenkinek meg kellene látni, hogy ettől függ az élete. Na, folytassuk az olvasást. Hát Rab a sírásaiból a tizedik részletet fogjuk olvasni. 67-es levélből. A Hanuka csodája egy spirituális csoda, ezért a spirituálisban mindig fel kell tennünk a kérdés, hogy mi, vagy pedig nem érezzük a csodát. Ezért van mondva, hogy mi a Hanuka. Hogy mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést a spirituális csodáról, azaz először meg kell érteni, hogy a spirituális számvizetésben vagyunk, és utána leszünk képesek a spirituális megváltást elnyerni. És emiatt nekünk állandóan ezt kell kinyilvánítanunk, hogy ebben legyen mindenki érdekelt, különben senki nem fogja érezni a számvizetés sem, és a megváltás sem, mivel a számvizetésnek az érzés elsősorban egy érzet. Tehát nekünk a csodáról kell kérdeznünk, hogy amikor hogy jutunk ide, milyen komponensre jutunk ide, hogy fogunk fölébredni. Ezért a cél fontosság és nagyszerűsége vezet el ide bennünket. Rav, én rosszul szaper, sevó abba, apropó Hanuka. Rav, én ugye a következő héten, amikor a Hanukáról beszélünk,
Megyünk kol a savó. Ugye megyünk a Rabin térre dolgozni. Egész héten kint leszünk itt a Rabin téren. Egy sátrat építünk itt a Rabin téren. Ábrahám sátra. Jó név, magyarok. Tehát ez a kapcsolatnak a sátra, Ábrahám sátra. Hát Ábrahámot elfelejtettek, nem vallás, csak nevezik a kapcsolat sátrának. Nagyon lényeges lenne számunkra, hogy megértsük, hogy csak kapcsolati játékot játszunk, kerekasztalokat előzünk, olyan sokokat. Tehát minden egyes család, aki ide belép, az érezze jó magát. Ez a kapcsolatról szól, magyarabb. Tehát nagyon fontos lenne mi számunkra, hogy ön elmondja, mivel a Hanuka közeledik, mi legyen a központi üzenet, mi legyen az üzenet, ami milyen fajta szellemiségben legyünk itt. Tehát vasárnap kezditek el, ezt majd akkor beszélni fogunk erről. Sok szerencsét, jó ötlet, magyarabb. Tehát Zioni csoport, nagyon sokan vannak ott, a mieink is, egy komoly brigád ment el innen Zionba, megerősítettek a Zion csoportot, veletek vagyunk, Zion mondja. Tehát hogyan... Hogy lehet kitörni a napi rutinból, és felemelni magunkat. Ez a mi munkánk, a főkébreszem minket minden reggel, hogy megkapjuk a befolyását a környezetnek. Ken. Asaf. כן, אז גם רציתי לספר על משהו מאוד מיוחד. אתמול סיפרנו שהחברים שלנו מתכוננים לאירוע. תהת... מאמצע השיעור... Nyilván itt egy virtuális esemény felé közeledünk. Tehát a Lecke kezdetétől kezdve egy webinár kezdődött Amerikába. Több száz embert hívtunk már erre. Szentpéterben, New York, ezek kérdésekre adnak választ. És a Lecke végén pedig... Tehát miért csináljuk mindezt, hogy több száz embert összekapcsoljunk? Ez új itt a forma, minden nyelven ajánljuk, hogy ez történjen meg. Ez egy másik történelmi dolog, ami ma történt. Néhány nap ezelőtt mondtuk, hogy mi egy virtuális sugárzás szerint szeretnénk menni, ahol valóban biztosítani szeretnénk a workshopot az egész világnak. Angolul, tehát mi először 150 fiatal kezdőt kapcsoltunk össze Amerikában az új rendszerbe, és ilyen módon mi valóban folytatni akarjuk ezt. Nagyon jó, mondja. Bejelentés még. Tehát amit napközben kell tennünk, mondja, még egyszer azt ajánlanám mindenkinek, hogy tegyétek föl a kérdést magatoknak, hogy mitől függ a jövőtök, hogyha ti valóban a cél fontosságát akarjátok fölemelni, ezzel foglalkozatok kell, emeljétek fel a cél fontosságát, ez az, ami felemel majd benneteket. Ha akartok egy ilyet kiépíteni, akkor tegyétek meg, érezzetek el, mi hogyan működik. Ugye, és Júda mondta, ugye ezből olvas valamit a srác, hogyha... Tehát mi az, ami az ember fölémeli az állatoknak? Az, hogy az ember valóban képes felismerni a saját létezése fölötti erőket. Tehát a megváltás az embernek, és az ember megváltás éppen ez az állat is megváltja. Azért mondja, mert az állat alul van, az ember felül van, ezért ha az ember magába foglal az állatot, ha az ember megváltozik, az állatok is megváltoznak. A csodára akartam valami kérdezni, a csoda az a természet felett van, így van. Egyet hívjuk csodára, hogy... Oké, de a gematriában nagyon a természet ugye az Elohim szóval, ugye azonos számértékű. Valóban, amikor
A teremtő formáját elérjük, az egysebe kell lépnünk, ez formálja meg az edény, és a köztünk lévő kapcsolat lesz az az edény, mert megnyilvált a teremtmény, vagy a teremtő, és a helyes kapcsolat pedig köztünk a reformáló fény segítségével kerül kialakításra, amely belénk nyomtatja a teremtőnek, az istenségnek a minőségeit a köztünk lévő kapcsolatban, és ezért mondhatjuk azt, hogy a bent lakozó a Sohán a Srinában lakozik, tehát, és ez jelenti azt, hogy mi helyes módon kapunk összekapcsolva, ez pedig azzal az erővel történik, amely felülről érkezik belénk, és ez az, ami különböző helyzeteket teremt köztünk, de ez így működik, ezt hívjuk belső csodának természetesen, ez néha kellemes, néha kellemetlen, és ezeket történik meg, de végső soron éreznünk kell, hogy ez jó. És készen kell állnunk erre, de ez nyilván csak a célfontosságnak megfelelően történhet meg, mert ez kellemetlen, vagy nem kellemes, és ezért mindenkinek a saját személyiség ellenében kell haladnia, és... ez egyetlen módja annak, hogy össze tudunk kapcsolódni. Mit jelent az, hogy a természet fölé emelkedünk? Az, hogy az isteni természetet megtaláljuk az elválasztottság fölött. Jó, mondja Rav. Tehát gondoljátok végig, hogy mit csináltok holnap, holnap reggel pedig mondja a kokkának. Rav, ulaj ta khoshev she legabe at argil adif la'asot be'ilum shem tova venasim et ze bekshav. Ani lo yode klum, asu ma shetem rotzim, lo ikhpat li tishlichu gluyot derekh. Tegyük ezt névtelenül. Yonim sham echad li sheni. Tegyétek, hogy akarjátok, mondja Rav. Ken, ze lo khoshev li klum. Küldjetek egymásnak akár képeslapot is, engem nem érdekel. Az a lényeg, hogy emeljétek föl egymást. Nyilván először az első emelt, aztán a második, mondja Rav. De legalább tapasztaljuk meg, hogy mit kell tennünk. Tehát, hogy... tehát az emberek ugye itt különböző szinteken vannak, vannak, akik még alul vannak, vannak, akik már kicsit felémelkedtek. Tehát az a lényeg, hogy mégis együtt egységesen lépetek fel, és adjátok meg a saját szintetek megfelelő inspirációt egymásnak. Jó, holnap lesz, miért azon az útban adunk, amin? Ez a kérdés, amit feltesznek a Kabbala lámok. Izraelben lesz egy lecke holnap 7 órakor. Mondják, hogy melyik városokban ingyen lehet belépni. Nyitott péntek, ugye pénteken minden csoportból, Izraelből, és a 66-os csatorna nézőit is hívjuk, hogy vegyenek részt a leckén, és utána az ünnepi reggelin, Rav Lajtmannak. Mondják a címet, ugye nyilvánvalóan Petatikvában. Ezzel befejezzük a leckét, mindenki egy csodálatos napot kívánunk, én is elköszönök, sziasztok! Keep on searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever we are the people.